Incsiklandó illatok hívogatták a fehérgyarmatiakat a vígasságok helyszínére. Halat és vadat egyaránt kóstolhattak a rendezvényre látogatók, hiszen főzőversenyen mérték össze tudásukat a jelentkező csapatok. Fehérgyarmat a térség kulturális központja. Sokan a szabadságukat is úgy időzítik, hogy ellátogathassanak a nagyszabású rendezvényre. A 11. gyarmati vígasságokat idén is a hagyományőrzés jegyében rendezték. Igyekszünk mindig valami újat, de valójában az állandó elemekre koncentrálunk. Az pedig az, hogy ne csak Fehérgyarmatot és a szűk térséget mutassuk be, hanem mindig legyen olyan, ami a határon túlhoz kötődő. Most a nagy dobroni csoport volt például, aki bemutatkozott, hiszen hiába itt élünk a határ mellett, nem biztos, hogy ismerjük a határ túloldalán tőlük 30-40 kilométerre lévő kiváló művészeti csoportokat. A gyarmati vígasságokon minden évben a gyerekekre is gondolnak. A fiatalok számos helyszínen próbálhatták ki ügyességüket. Hajrá, Réka! Drukkolok! Ez nagyon jó volt! Megkapja a légkondicionáló folyadékot! A rendezvény az úgynevezett gyarmatok találkozója is, hiszen minden évben érkeznek vendégek gyarmat utónevű településekről. Az érdeklődők egyebek mellett mesterségek, valamint lovasíjász bemutatón is részt vehettek, sőt, itt még a felnőttek is gyereknek érezhették magukat egy kis időre.